Jó estét, jó szórakozást kívánok! A Cikádó Televízió több mint 2 éve készít önöknek műsort, és eközben természetesen serejtet is gyártunk. Ez jobb esetben nem kerül az önök képernyőjére. Ma este viszont ezek közül a felvételek közül válogattunk. Ezekkel az elfuserált felvételekkel próbáljuk önöket megnevettetni. Úgy gondolom, az a helyes, hogyha először a ceremónia mester ügyetlenkedéseit láthatják. Ehhez partnerem Leher Béla lesz, akinek másfél perces reklám műsorát körülbelül 3 óra alatt sikerült felvennünk. Hogy miért ment ez ilyen lassan, az a következő pillanatokból ki fog derülni. Néhány héttel ezelőtt nyílt Bátaszéken a kolónia biztosító helyi képviseleti irodája. Leher Bélától, a kolónia helyi képviselőjétől kérdezem, hogy mit tud nyújtani a Bátaszéknél. Néhány héttel ezelőtt nyílt Bátaszéken a kolónia biztosító helyi... Mi a tökény? Milyen? RT? De milyen? Ez a nagymúltú európai biztosító, a német kolónia, az a biztosító... Jó, idáig egyszer Péter megkínáltan, jó? Örülök, hogy Sümegi úrnak is tetszett. Remélem, hogy megbocsátják nekünk az obszén kifejezéseket, de szolgáljon mentségünkre, hogy ekkor már türelmünk végső határánál tartottunk. Most azonban egy feszültségektől terhes önkormányzati bizottsági ülésre látogatunk el, ahol a gimnázium pedagógusai önuralomból példát fognak mutatni. Éppen. És a gimnáziummal, hogy mondjam, ilyen összvér megoldásnak tartom. Én szívesebben vettem volna a 8 osztályost, mert a 8 osztályos gimnázium, most nem akar, nincs idő és lehetőség, hogy az kifejtsem annak az előnyei. Már az iskola szerint azt elismerem és elfogadom, csak így nem, hogy ezek a, csak a gimnázium anyagot kell neki. Az első jobb volt. Jobb volt. Nos, ízlés dolga. Messzék úgy látszik a vaskosabb tréfákat kedvelik. Most azonban sepregessünk ismét a saját portánk előtt. Örökös bemondónőnk Várda Andrea produkciója következik. Jó estét kívánok! Ja. El is bizottság elnöke, Kis László, a kábelrendszert működtető, nagy... Az Istenit. Dr. Solymosi József, országgyűlési képviselő. Végül koronázás... Biztos vagyok benne, hogy a következő összeállításunk elnyeri Messzék tetszését is. Ez a felvétel ugyanis 1994-ben a Fenyőkupán készült, ahol a TIR csapata végzett az élen. Ezzel kapcsolatban hallhatjuk a csapatkapitány villámnyilatkozatát és a torna legjobb kapusának gyors értékelését. Összekapások csapaton belül? Nem volt, egy percig nem volt. Mit éreztél, mikor felmentél a döntőbe az utolsó meccsre? Hát sok különbséget, mert úgy nézett ki, hogy azért, úgy nézett ki, hogy a gyengébb csapattal állunk ki, hogy az TIR megverte, hogy hívják ott a külső szabadmadarakat, és akkor úgy nézett ki, nekünk több gólt kell rugnunk, mint a TIR-nek. És akkor bejutottunk volna, hogy egy elsők is lehetünk volna. És ha döntetlen, akkor másodikak vagyunk, és így lettünk harmadikak. Elégedett vagy a saját teljesítményeddel? Persze. Mert tavaly is én vittem el a legjobb kapusdíjat, akkor ott elsők lettünk. Minden. Meg vagyok elégedve magammal. Ezzel talán is érkeztünk a csúcsra. Azonban mégis szeretném megadni egy kimit tudós korból kinőtt előadónak a lehetőséget, hogy megmutathassa oroszlán körmeit. Lássuk! Visszanéztem fél utamból, szememből a könyv kicsordul. Jobb volt. Azért, ha jól láttam, volt, akinek tetszett. De lehet, hogy szem előtt kellett volna tartani a bölcsességet, miszerint a csúcson kell abba hagyni, se baj majd jövőre. Ugyanis jövőre is dolgozunk, és bizonyára fogunk selejtet gyártani, akkor pedig jövő szilveszterkor újra jót mulatunk magunkon.